A Novita babérmegyről több videóm is van, itt igazából a különböző méretekkel kapcsolatban vannak mindig kérdések, mit érdemes ültetni. Hát természetesen aki megteheti, elbírja, mert azért olyan 20-30 kiló is lehet mondjuk, hogy megállt vegyél növény, nem ültet túl nagy darab számot, annak a földlabdás a legjobb választás, hogy a földlabdás, Novita babérmegyek azok ugye októbertől áprilisig, vagy szeptembertől májusig, ez egy időjárás függő telepítető, de azonban van nekem egy 30-40 centis méretem is, illetve egy 40-60 centis. Hát persze ebben az is benne van, hogy ami 30-40 centis mondjuk tavasszal, ugyanaz a növény, ha még marad belőle, akkor 40-60 centissé válik, valamikor mondjuk ilyen szeptember vége, október elejére, ami éppenséggel pont most van, itt most kiveszek egyet mondjuk ezt kiveszem, és hát lehet látni, hogy én ezt 40-60 centisként forgalmazom. Hát ugye, hogyha ez itt a 20 centi, akkor ez itt így mondjuk kb. 40, tehát ez azért bőven 60 felett vannak. Ugye általában azért mindig úgy kicsit lejjebb vesszük a számokat, tehát hogyha mondjuk van egy állomány, ami jellemzően mondjuk 50 és 70 centi, akkor azt inkább ilyen 40-60-asra tesszük fel, tehát ez 40-60-asként van fent. Hogyha megnézzük, akkor ugye nagyon szépen kijön ugye gyakorlatilag a begyökeresedett növény, nagyon szépen át van szőve gyökérzettel, de még nem túlságosan, tehát nem ette meg a földjét, ahogy sokan szokták ezt nevezni. Kivesszük a konténerből, pontosan ott, ahol van a talajszín, most pontosan ugyanígy legyen a talajszín majd az önkertjébe is. Lényegében ez a 40-60 centi, ezt most itt beszélgetek, és itt közben itt elbírom, de nem kell felnőtt férfinek lenni ahhoz, hogy egy 40-60-as Novitát elbírjunk. Idősebbek is, akik gyengébb fizikummal rendelkeznek, egy elbírható, kezelhető kategória. Ez a 40-60-as, valójában azért bőven 50-60 feletti, 50-60 cm feletti Novita babérmegyek. Ezeket most beültetjük, jó alaposan betakarjuk a tövüket, és akkor valamikor azt szoktam mondani, hogy vagy jövőre az egész évben hagyjuk, hogy szépen bokrosodjanak, nőjenek, és akkor a következő évben, áprilisban mondjuk elvágjuk így félbe őket, mert hiszen itt oldalt is jönnek már a hajtások, hogy szépen bokros legyen. De hogyha valaki bátor, én a bátrak közé tartozom, én biztos azt csinálnám, hogy ezt a növényt, ezt nagyjából a felénél, még egyszer lassan mondom, mert megdöbbentem, amit mondok, tehát nagyjából a felénél elvágni valamikor április közepén. Tehát amikor már nincsenek nagy komoly lehűlések, de még nem jött be a forróság. Tehát valamikor április közepén egy ősszel ültetendő Novitát, igenis nyugodtan felére vissza lehet vágni, ezzel is előserkentjük, hogy még gyorsabban induljon be az a bokrosodás. Tehát hogy ezen az állományon, amikor most végignéznek, akkor azt lehet látni, hogy ez egy csodaszép, gyönyörű tápanyagban, gazdag földben nevelkedő, mosolygó, gyönyörű Novita állomány. Egy nagyon kezelhető méret, egy nagyon kedvező árfekvés, gyakorlatilag 10-20-30-50 métereket be lehet ültetni ezzel a mérettel. Mikor lesz ez körülbelül 1-1,5-2 méteres sűrű sövény? Tesszük fel a kérdést. Hát, egy olyan 2,5-5 éven belül ez ugye nagyon sok mindentől függ, hogy a Mátra északi oldalán vagyunk, vagy Szegeden vagyunk, mennyi süt a nap, mennyi tápanyagot adunk, mennyit figyelünk rá oda, mennyi öntözés kap, de hogyha mindent megadunk neki, akkor bizony nagyon röviden pörgő évek alatt ebből egy nagyon komoly sövény van, nekem is a saját kertemben Novita sövény van. Úgyhogy kérem szépen, a Novitából ilyen gyönyörű szép zsenge, az ön kertébe kívánkozó állománnyal köszönhetjük most a 2020-as őszi évadot. A földlabdások mellett az egyik legkelendőbb méret, az gyakorlatilag Novita babérmegyből így néz ki.